Két rendőr kísérte ki a győri szakközépiskolából a 17 éves diákot, aki a gyanú szerint óraközben szúrta hátba fizikatanárát tavaly decemberben. Az 51 éves pedagógust súlyos sérülésekkel szállították kórházba, de túlélte a késelést. Ez a felvétel idén évelején készült a Nagykátai szakgimnáziumban. Az egyik tanuló percekig fenyegette tanárát, úgy tett, mint aki verekedni akar. Az nem engedhető meg, hogy bárki a hivatását gyakorló pedagógust fenyegesse. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tegnap jelentette be, hogy az elharapózó iskolai erőszak miatt a kormány volt rendőrökből iskolaőrséget állít fel abban az 500 iskolában, ahol a legtöbb a fegyelmi probléma. Az iskolaőröknél nem lesz fegyver, de az erőszak megakadályozása érdekében kényszerítő eszközöket használhatnak majd. Nem rendőrállami módszerekkel kell az állampolgárokat nevelni. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint az iskolaőrség csak tüneti kezelést ad, a probléma gyökerét nem szünteti meg. Ott, ahol már bevezettek hasonlót, az erőszak szintje egy ideig csökkent, de utána hamar visszaállt. Ehelyett inkább az iskoláknak azt kellene biztosítani, hogy több legyen az olyan szakember, például pszichológus, pedagógiai asszisztens, különböző fejlesztő pedagógusok, akikkel a kiscsoportos oktatást és egyáltalán gyerekek szakszolgálati ellátását lehetne biztosítani. A szakszervezet szerint egy ilyen sokakat érintő ügyben a döntés előtt társadalmi egyeztetésre lett volna szükség.